héten elmentem 5-ször edzeni, tehát az ilyen 5-3 kilométeres futás. A magyar felőri alatt 2 megittam, közben sétáltam is a szobában. Hanson kapufájánál szerintem többet ittam meg, mint amennyit most kitöltöttünk, annyira megijedtem. Az lesz a taktikám, hogy ne vegyem fel a Peti tempóját. A hosszanti részeket meghúzzuk, azt mindenképpen, a sört meg egyből lehúzzuk. Sorivásson megpróbálom visszahozni az elveszített időt. Nem mondom, hogy nem fogok sétálni. Reméljük beválik. Igazából a célom az, hogy lefussam és ne halljak meg a felénél. Hajrá! Akkor egészségedre! Hajrá! Szabálytalan indulás! Nem fordította le? Olyan, mint a... Melyik sport az nagyon kemény? Ja, tenisz. Kerékcsere. Jó utat! Erőt kell gyűjteni a sörre. Adok neki félkor előnyt, annyi belefér. Ne essél is tőle, mint a futók. Azért ő is jól nyomja. Gratulálok. Jó volt amúgy. Sört. Kicsit később. Jó. Hát, ha most divatot teremtettünk, mindenki elkezd masszívan sört futni. Én nagyon boldog vagyok, hogy teljesítettem ezt a távot. A Petire meg büszke, hogy ilyen keményet ment. Egy fél kört szerintem legalább rám vert. Úgyhogy szép volt. Egyed volt? Nem volt ez most. Az első sör lecsúszott, és mintha kilőttek volna puskából. A harmadik kör vége előtt már. Akkor megfordult a fejembe, hogy hát, hogy abba is kéne hagyni. Az utolsó szerintem 100 méter elején volt az, hogy így éreztem, hogy hú, na most ha itt ezt meghúzom, akkor is esküszöm kihányom. Tipikusan az a sport, amit bármikor el lehet kezdeni. Tényleg ez edzés kérdése, de elsőre csináltuk. Uh-huh. És azért azt mondom, hogy a kalappal mutatom. Igen. Ki szeretne és kihívná a Zeneshow TV sörfutó csapatát, ez ott a hozzászólásokba. Igen. Írja meg. Addigra már garantáltan harcedzettebb csapatát, de... És de lehet 15 kilóval kevesebb csapatát. Igen, de mi állunk elébe.